Változnak a belépési feltételek a köznevelési intézményekbe. Megérkezett az idei tél első havazása. Honismereti előadásra várták az érdeklődőket az Olvasóba. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! December 1-től változnak a belépési feltételek a köznevelési intézményekbe. Ezt az EMMI minisztere jelentette be még novemberben. A szabályozás leginkább a kísérőket érinti. Nem szükséges védettségi igazolványa rendelkezniük az intézmények dolgozóinak és növendékeinek sem. Az emberi erőforrások miniszterének, dr. Kásler Miklósnak a november 19-én kiadott határozata alapján december 1-től változnak a köznevelési intézményekben való tartózkodásnak a szabályai. Ez legfőképpen a kísérőkre vonatkozik. A rendelet azonban nem vonatkozik az intézmény dolgozóira és növendékeire. Emellett azokra a személyekre sem, akiknek már hamarabb elrendelték a kötelező oltást, például az egészségügyi dolgozókra. A szülők esetében az a helyzet, hogy a szülők esetében, ha úgy egyszerű látogatóként valaki bemegy, akkor kötelező a védettségigazolvány, viszont ha a gyermekét kíséri, tehát a gyermeket viszi az óvodába, vagy az iskolába, vagy elviszi éppen onnan, akkor egy fő védettségigazolvány nélkül is bemehet, de csak addig a pontig, ameddig az intézménynek az igazgatója meghatározta. Hogyha ez a kapunál van, akkor csak addig, és ott adja le a gyermekét. A pandémiás helyzet nagy hatással van az oktatási, nevelési intézményekre. Az ózdi városi óvodák eddig is nagy hangsúlyt fektetett a megelőzésre, mind a pedagógusok, mind a gyermekek és családjaik megóvására. A holnaptól hatályba lépő rendelettel nem éri őket nagy változás, hiszen ők eddig is hasonló feltételekkel üzemeltek. Az ózdi városi óvodákba eddig is egy felnőtt kísérhette be a gyermeket, és minden rövidebb idő alatt el kellett hagyni az intézményt, és ennek az egy felnőttnek nem volt kötelező beoltottnak lennie, és nem volt kötelező védettségigazolványa rendelkeznie, és ez most is így van. A maszk használata már eddig is kötelező volt az intézményben, ez mind a dolgozókra vonatkozóan kötelező, illetve az ide érkező szülőkre is vonatkozik. A védettségi igazolvány csak azok a személyek nélkülözhetik a belépésnél, akik a köznevelési intézmény területén a vezető engedélyével végeznek olyan tevékenységet, ami feltétlenül szükséges. Ilyen például egy meghibásodást javító vízvezetékszerelő, illetve egy azonnali elhárítást végrehajtó tűzoltó. Mintegy 3000-en adatták be az oltást városunkban az akcióhét keretében, amelyet november 22-től 28-áig hirdetett meg a kormány. A tapasztalat szerint helyben hétközben nagyobb volt a mozgás, mint hétvégén. Az érdeklődés országos szinten is igen nagy volt. Az első 6 nap több mint 740 ezeren vették fel a védőoltást. A többség, mint egy 600 ezer ember már a megerősítő harmadik oltásért érkezett az oltópontokra. Ugyanakkor 91 ezeren most kapták meg az első adag vakcinát. Az oltási akcióhét nem ért véget vasárnap, ezen a héten is várják az érdeklődőket időpontfoglalás nélkül. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, töltse ki előre a beleegyező nyilatkozatot, illetve aki a harmadik oltásra megy, vigye magával a korábban kapott iratokat is. Fontos kérdés, hogy melyik vakcina milyen oltóanyaggal kombinálható, például a harmadik oltást igénylőknél. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyik korábbi tájékoztatása szerint a képernyőn olvasható részletezés megfelelő lehet. Az Almási Balogh Pál kórházban reggel 7-től este 7-ig fogadják az oltást felvenni kívánókat. Ötféle vakcina áll rendelkezésre: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. A Sputnik már elfogyott. Elfogták a putnoki emberölés gyanúsítottját. Egy helyi férfit vettek őrizetbe a nyomozók. Tegnap hírt adtunk róla, hogy holtan találtak egy embert az egyenruhások lakásában, akit olyan mértékben bántalmaztak, hogy az a helyszínen elhunyt. A helyszínre állampolgári bejelentés alapján mentek ki a járőrök vasárnap délelőtt. A Borsodabaú-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntett elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettessel szemben. Mivel a férfi halála kapcsán idegenkezőség gyanúja merült fel, azonnal megindították a vizsgálatot, ami sikerrel zárult. A büntetési tétel függ a minősítő körülményektől, alapesetben az emberölés 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. A megindított büntetőeljárás során
olyan adatok, illetve egyéb bizonyítékok merültek fel, amelynek alapján a bűncselekmény elkövetésével a sietett egyik helyi ismerőse gyanúsítható meg alapozottan. A 22 éves gyanúsított Tatapútnoki rendőrös járőrei még november 28-án, tehát a holttest felfedezése után néhány órán belül elfogták, a nyomozók őrizetbe vették, és az ügyészségen előterjesztést is tesznek letartóztatásának indítványozására. Megérkezett a 2021-es év telének első havazása tegnap a délutáni órákban. Bár a fagyos csapadék esővel párosult, nem könnyítette meg az autósok dolgát, hiszen az éjszakai mínuszok miatt ma reggelre sokfelé csúszóssá váltak az utak. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a járművek felkészítése mellett a megfelelő magatartás alkalmazása is kell a balesetek elkerüléséhez. Többször volt már az elmúlt hetekben, hogy mínuszokkal kellett szembenéznünk, de a hóesés ez idáig elkerülte térségünket. Tegnap délután azonban az esőt előbb havas eső, majd fokozatosan havazás váltotta. Sokáig nem borította fehér lepel a tájat, de így is meggyűlt fel az autósok baja. Főleg úgy, hogy az éjszakai fagy miatt a legtöbb út igencsak csúszósá vált ma reggelre. A lakosság figyelmét felhívjuk a megváltozott út és látási viszonyok veszélyeire. A tél beköszöntével ugye csúszóssá válnak útjaink. Itt a lakosság minden esetben, aki közúti forgalomban részt vesz gépjárművel, cseléje le gumiabroncsát télire, így a saját és mások testi épségét is megóvhatjuk. Soha nem lehet eleget hangsúlyozni a téli gumik szerepét. Mintázatuknak és anyagösszetételüknek köszönhetően nagy mértékben hozzá tudnak segíteni a balesetek elkerüléséhez. Erre szükség is van, hiszen ebben az időszakban megszaporodnak az ütközések. Ezeket a helyzeteket fel kell ismerni, a csapadékos időjárásban el kell határozni, és be kell tartani azt a főszabályt, hogy a sebességet mindenképpen csökkenteni kell, normál útviszonyokhoz képest, ugyanis ilyenkor a járműnek a tapadása az sokkal kevésbé segíti a gépjárművezetőt, és olyan helyzetekben, amikor máskor kényelmesen tudja kezelni a járművet, azok a helyzetek meglepetést okozhatnak. Egy hétköznapi körülmények között bevett kanyar ilyenkor meglepetést tud okozni egy járművezetőnek. Ugyanakkor nem csak azoknak kell vigyázniuk, akik autóval közlekednek. A kerékpárosok és a gyalogosok ugyanannyira felelősek azért, hogy ne alakuljanak ki veszélyhelyzetek. Bár már több okoszebra is segíti az úton való átkelést városunkban, csak akkor lépjünk az úttestre, ha megbizonyosodtunk róla, hogy az arra haladó jármű biztonságosan meg tud állni. Elit média díjjal ismerték el televíziónk főszerkesztőjét az Esztergomi Vármúzeum korona termében. December 27-én hétfőn 19 óra 30 perctől televíziónk is műsorra tűzi az idei Szent István díj átadóról szóló összefoglalót. 2021-ben 19. alkalommal ítélték oda az elismerést. Melokkó Miklós a királyt ábrázoló alkotását Szidiropulusz Archimédesz szociológus kapta. A Szent István díj alapítvány Bihari Antal 2001-ben hozta létre az összmagyarság kulturális életének segítésére, a kulturális örökség védelmére. A Szent István díj cseppfolyósított változatát, egy 3 literes pezsgőt, a Szent István díj szobrot ábrázoló címkével az idén Schmidt Pál, Rétvári Bence és Péter Falvi Attila mellett 4 televízió vezetője is megkapta. Az Elit Média díjat a helyi televíziók országos egyesületének elnöke és 3 helyi televízió, a Felvidéki Magyar Televízió vezetője, a Mohácsi Televízió főszerkesztője és Bukovinszki Zsolt, az Ózdi Városi Televízió ügyvezető főszerkesztője is átvehette. A következő üvegpezsgő pedig Bukovinszki Zsolt urat, illetve az Ózdi Televízió főszerkesztője. A Hely, ahol élünk című honismereti előadássorozat következő eseményét tartották meg tegnap délután az Ómék olvasó Mizerák István termében. A program témája a 25. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia élménybeszámolója volt, amelynek előadója az Ózdi József Attila Gimnázium szakközépiskola és kollégium tanulói voltak. Ezen kívül meghirdették a 42. Ózdi honismereti pályázatot is. Erdélyről szóló könyvek és emléktárgyak fogadták az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft., továbbá a Lajos Árpád honismereti kör által szervezett program résztvevőit az olvasó Mizerák István termében. A Hely, ahol élünk címet viselő előadássorozat következő állomásán Burián Bálint és Burián Kristóf tartott élménybeszámolót Erdélyi útjáról.
A testvérpár ugyanis első helyezést ért el azon a pályázaton, amelyet korábban a Honismereti Szövetség írt ki. A diákok témája Szűcs Katalin, serényfalvi könyvtáros volt, aki munkája mellett tojásfestéssel foglalkozik. A fiatalokat Sveda Istvánné készítette fel, aki egy további sikerről is beszélt. Az egyik fiú az itteni honismereti pályázatra is benyújtott egy pályázatot, és utólag derült ki, hogy a megyére is felküldték ugye ezt a pályázatot, és a megyén is első helyezést ért el vele, és mind a két pályázatnak a fődíja ez az erdélyi út volt. Ennek köszönhetően a testvérpár idén nyáron Kalota-Szentkirályra utazhatott, ahol számos programon vettek részt. Ezekről tartottak élménybeszámolót a mostani eseményen. Egy hetes utazás volt Erdélybe, Kalotaszeg és Kolozsvár környékére. Ott egy ilyen rövid nyitó beszéd után bele is vágtunk a magának ennek a hétnek a lényegébe. Akik jöttek, körülbelül 110 fő volt, mindenki bemutatta, hogy milyen pályázattal indult. Az esemény résztvevői közt volt Burián Kitti is, aki testvéreivel közösen nyújtott be egy pályázatot. Csapatuk további tagja Hendrik Marcel is, aki szintén a JAK diákja. Az országos levéltár írta ki a pályázatot, a téma pedig a régi bányász élet volt, Somsály környékével foglalkoztunk. A programon a következő évi pályázatok is szóba kerültek, amelyek több évfordulóhoz kapcsolódnak. 2022-re a 42. pályázatunkat hirdetjük meg. Kiemelt téma, hogy a településünk 750 éves lesz. Ózd alakban az első oklevélben 1272-ben szerepelt először, és szeretnénk, ha a településsel kapcsolatban még vannak hiányfoltok, amelyeket még jó lenne, hogyha feldolgoznák. Ezen kívül 65 éves lesz a honismereti kör. Nem mondom, hogy Lajos Árpád, mert a Lajos Árpád nevét később vették fel, de ha ezzel kapcsolatban relikviákat, történeteket erre is szeretettel várjuk. Egy másik jelentős évforduló is lesz, hiszen idén lenne 100 éves idősebb Vas Tibor. Ennek alkalmából szeretnének egy emléksarkot kialakítani az Ózdi Múzeumban. Adventi nyereményjátékot indított az Olvasó. December 19-én a 7. adventi forgatag zárásaként egy sztár fellépő érkezik városunkba, akinek kiléte egyelőre még ismeretlen. A produkciót megelőzően az intézmény egy játékra invitálja a közönséget. December 10-ig minden hétfőn, szerdán és pénteken közzé tesznek valamilyen segítséget, ami rávezetésként szolgál az előadóval kapcsolatban. Azok között, akik kitalálják és elküldik a megfejtést, az ozdolvasokukat@gmail.com e-mail címre december 20-án kisorsolnak egy fő részére két darab belépőt a 2022-es évad első színházi estjére. Az elhintett nyomokat az Úmék Olvasó hivatalos közösségi oldalán lehet megtekinteni. A menstruációs szegénység ellen indít közös akciót a Magyar Vöröskereszt és a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark. Ezzel a jelenséggel Magyarországon rengeteg nő küzd, ugyanis a higiéniai termékek drágák, így sokan nem engedhetik meg maguknak a beszerzésüket. A kezdeményezés célja, hogy olyan rászoruló nőket segítsenek, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak ilyen készítményt megvásárolni. A kezdeményezés során mindenkinek a segítségét örömmel fogadják. A felajánlásokat, termékeket az NFI recepcióján lehet leadni, ahol regisztrálják a gyűjtésben résztvevőket. Az akció ma kezdődött, és december 15-ig tart. Felmerülő kérdések esetén a 0630-223-0123-as telefonszámon lehet érdeklődni. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. December 1-től változnak a belépési feltételek a köznevelési intézményekbe, ezt az EMMI minisztere jelentette be. A szabályozás leginkább a kísérőket érinti. Tegnap a délutáni órákban megérkezett a 2021-es év telének első havazása. A járművek felkészítése mellett a megfelelő magatartás alkalmazása is kell a balesetek elkerüléséhez. Elit média díjat vehetett át Bukovinszky Zsolt a Szent István díját adó ünnepségen. A programról szóló összefoglaló december 27-én műsorunkra tűzzük.
honismereti előadásra várták az érdeklődőket az Ómék olvasóba, amelynek témája a 25. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia élménybeszámolója volt. Végül néhány szó van a várható időjárásról. Szerdán kezdetben az északkeleti országrészben lehetnek naposabb időszakok, máshol borongós időre számíthatunk. Délután északon időnként eleredhet az eső, és délen délnyugaton bújik elő a nap. Hajnalban mínusz 1 fokig hűlhet a levegő, napközben pedig 6 fokot mérhetünk. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban, a krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a kaleidoszkópot ajánlom figyelmükbe. Az adásban József Attila halálának évfordulójára emlékezünk, megmutatjuk, milyen festményekkel gyarapodott a Szent István úti idős otthon, és az adventi forgatag eseményeibe is betekintést engedünk. A kulturális magazinnal Szurdo Krisztina várja Önöket. Friss hírekkel szerdán is ugyanebben az időben jelentkezünk, tartsanak velünk most és akkor is. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!